futballt, és utána csöndbe hazament. A góloknál nagyon örült, semmi probléma nem volt, a 240 ezer ember nagyon simán hazament. Tehát ezzel azt szeretném illusztrálni, hogy ahogy az angolok meg tudták azt oldani, és ez időkérdése nálunk is, hogy pontosan azokat a szankciókat, amelyeket tartalmaz ez a törvénytervezet, hogy ezeket a rendbontókat kívül tartsa, és ne engedje be a futballmérkőzésekre, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, így kezdtem, el fogja érni ez a törvény a célját. Hazánkban hosszú évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ez irányban tett erőfeszítések nem érték el a kívánt célokat és eredményeket. El kell ismerni, hogy a 6-6-os átütő javaslatoknak rendszerint az anyagi lehetőségek és a jogszabályok gyakorlati hatályosulásának problémája a jogalkalmazás során tapasztalható hiányosságok szabtak korlátot. Magyarországon a sport, ezen belül a futballhuliganizmus megfelelő kezelésének kérdésében elméleti szinten valamennyi érintett részéről történtek intézkedések, de az alapvető probléma mégis megmaradt. A sportbiztonság lényegesen nem javult, mert csak részmegoldások születtek. A hatályos jogi szabályozásban kizárólag egyes elemek váltak érvényesíthetővé, és elmaradt a következetes jogalkalmazás is. A cél egy szolgáltató szemléletű, és ezt már azt hiszem Schiffer képviselőtársunk, frakcióvezető úr is elmondta, családbarát és kulturált szórakozást előtérbe helyező stratégia kialakítása, amelynek első lépcsőben a sportesemények helyszínének infrastruktúrális és biztonságtechnikai kérdéseivel kell foglalkoznia, hiszen ez képezi a teljes problémakör alapját, amely egyébként meghatározza azt is, hogy megrendezhető egyáltalán egy nemzetközi színvonalú sportesemény egy adott létesítményben. Befejezésül azt szeretném mondani, hogy a módosítások érintik természetesen a jegyértékesítést, a beléptető rendszereket, a kitiltás intézményét, az ezzel kapcsolatos rendőrségi és szervező általi adatkezelést, a sportrendezvények biztonsági minősítésére vonatkozó új intézményrendszert, az érintett belügyi szerveknek a létesítmények biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályait, a rendezők és a szövetségek felelősségét, biztonsággal összefüggő feladatait és annak megszegésére vonatkozó bővített szankciórendszert. Köszönöm a türelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik Apáti István képviselő, a Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, az előbb Lenhar képviselőtársa már sokat beszélt identitásról, identitás tudatról. Hát ennek keretében én röviden pozícionálom magam. Magam is a Ferencváros szurkolók népes táborához tartozom. Olyannyira, hogy számomra három csapat létezik. A Ferencváros, a Fradi és az FTC. Vérvizsgálatok alkalmával folyamatos problémám, hogy az évek során bezöldült a vérem, folyamatosan visszahívnak. Nem tud vele mit kezdeni a komplet magyar orvostársadalom sem egyébként. Summa-summarum és kicsit komolyabbra fordítva a szót, hadd mondjam el, hogy pont ezért én 1995 óta viszonylag rendszeresen látogatok Ferencváros mérkőzéseket. Kedvenc csapatom mellett sok ezerbe, sok tízezer szurkol vagyok, kitartottam akkor is, amikor 2006-ban teljesen jogtalanul kizártak minket az első osztályból. Tuzsértól Orosházán át az ország bármelyik pontjában én magam is elkísértem a csapatot. Éppen miatt sokat láttam, sokat hallottam, sokat tapasztaltam, nem csak különböző elméleti fejtegetésekből, íróasztalok mögül és tankönyvízű módon, hanem életszerűen testközelből szereztem tapasztalatokat. Én most a önök által előterjesztett törvényjavaslatot mégis egy másik részéről beszélnék sokat. Schiffer képviselő úr az előbb ezt már érintette, nevezetesen a külföldi rendőri szervek részére történő adatszolgáltatás. Felhívnám arra szíves figyelmüket, hogy ez óriási veszélyeket tartogat. Ugyanis amíg a mindenkori magyar belügyi vezetés, vagy inkább azt mondom, rendőri vezetés nagyon készségesen, akár szolgalelkűen kiszolgáltatja, szó szerint kiszolgáltatja
a magyar szurkolók, magyar állampolgárok adatait külföldi rendőri szervek, esetleg titkosszolgálati szervek részére, addig ugyanezt a készséges hozzáállást visszafelé már nem tapasztaljuk. Az elmúlt 20 esztendőből két olyan példát is mondanék, amikor az adott mérkőzésen a határon túlra látogató magyar szurkolók a világon semmilyen jogellenes cselekményt meg nem valósítottak, mégis többüknek súlyos életveszélyes sérüléseket kellett elszenvedniük a rendőr erőszak miatt, és természetesen tudok majd hazai, belföldi példákat is említeni. A határon túli történetek két mérkőzéshez kapcsolódnak. Az egyik az 1992. szeptemberében megrendezett Szlován Bratislava Ferencváros mérkőzés. Bizonyára önök akár még jobban emlékezhetnek rá, mint én, akkor kereken 14 éves voltam egyébként, és nagy érdeklődéssel vártam ezt a mérkőzést. Aztán azt kellett látni, hogy Ferencváros szurkolókat nem elsősorban a Ferencvároshoz való tartozásuk miatt, hanem azért vertek rommá, azért vertek félholtra szlovák kommandósok, mert magyarok voltak. És nem csak a szerdai mérkőzésen indult el ez a botrányos rendőri fellépés, hanem a magyarokat már előző este is inzultálták. Civil ruhás rendőrök, titkosszolgálati emberek, és volt olyan Ferencváros szurkoló kérem tisztelettel, aki több nappal, akár 6-7 nappal a mérkőzés után a zöld határon kóvályogott, tehát valahogy úgy tudott visszaszökni a saját hazájába, és az akkori magát nemzetinek valló kormány semmilyen érdemi intézkedést nem tett. Egy ilyen helyzet az lett volna minimum, hogy elzavarják innen a érintett ország összes nagykövetét, összes képviselőjét, és egy óriási nemzetközi botrányt csinálnak ebből, de hát megszokhattuk már sajnos, bármilyen soha nem fogjuk megszokni, soha nem fogjuk elfogadni, hogyha magyar vér folyik, akár futballstadionokban, akár máshol, az nem nagyon tűnik fel a magyar belpolitikának, legfeljebb egy sovány sajtótájékoztatóra futja, és igazából érdemi lépések nem történnek. És ráadásul, meg ugye akkor még két hetenként voltak a visszavágók, eltelt két hét, arra persze volt esze az akkori, az 1992-es magyar belügyi vezetésnek, hogy soha nem látott erőket mozgósítottak a Szlován Bratislava szurkolóinak megvédésére, és írd és mond, egy szlovák szurkoló érkezett, aki hülyét csinált, mert nincs erre jobb szó, hülyét csinált az egész magyar politikai vezetésből, meg akkori újságírói garnitúrából, mert egy 3 éves gyerek észrevette, hogy nem más, mint egy szlovák bőrfejű. Ő azonban azt mondta mindenkinek, hogy ő Krisna hívő. Ő Krisna hívő, azért néz ki olyan szolidan, mint hogy kinézett, egymagába jött el, egymagába ücsörögte végig a mérkőzést, és ennek az egy szlovák szurkolónak a megvédésére óriási erőket összpontosított az akkori magyar rendőrség, akkori magyar belügyi vezetés, de fordítva, hogy akár diplomáciai, akár egyéb úton bármifajta szankciót foganatosítsanak az idegen országgal szemben, erre nem futotta az erejükből. És van egy sokkal konkrétabb példa, nincs még 3 éve, 2008. november 1-je, amikor a Dunaszerdahely Szlován Bratislava mérkőzésen, nem kell különösebben részletezni, tudjuk jól, hogy mi történt, hogy a Dunaszerdahelynek ment ki szurkolni, megkockáztatom, hogy Nyíregyházától Szombathelyig rengeteg magyar szurkoló, és lám, fradisták, újpestiek, kispestiek, zalaegerszeg, Szombathely, Fehérvár, sorolhatnám még hosszasan, különböző klubok szurkolói normálisan megvoltak egymás mellett, hiszen nem teljesen úgy van ez, nem úgy működik ez a szurkolói szubkultúrán belül, mint ahogy önök az tisztelt kormánypárti képviselő társaim elképzelik, és lám-lám, akkor is a magyar identitásuk, a magyar származásuk miatt kellett elszenvedniük sérelmeket, életveszélyes sérüléseket. Emlékezzünk arra a 17 éves felvidéki magyar fiatalemberre, akit csak a szakszerű orvosi beavatkozás, meg talán a Jóisten segítsége mentett meg, és élete végéig viselheti a vadállati kegyetlenséget támadó szlovák rendőri alakulatok fellépésének minden következményét. És miért történhetett ez meg? Nem tudjuk bizonyítani, de erős a gyanunk, hogy azért történhetett mindez meg, mert minden adatot kiszolgáltattak a magyar szurkolókról, azokról is, akikről lékül nem lett volna indokolt, és valószínűleg az akkori magyar belügyi vezetés jó fel is tüzelte az amúgy sem magyar barátságokról híres szlovákokat, már szinte azt gondolhatjuk, hogy nem is emberekre, hanem vérfarkasokra. Magyarországról érkező vérfarkasokra készültek a szlovákok, és ezért gondolták azt, hogy a legbrutálisabb rendőri alakulatokat vetik be, amelynek aztán meg is lett a következménye. A mai napig nem tisztázott az, hogy 1992-ben volt-e halálos áldozata a fradi szlován meccsnek. Többen állítják, hogy zöldfehér zászlóval letakart holttestet vagy holttesteket láttak mentőautók mellett. Ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk, de az tény, hogy mind a két mérkőzésen, akár 92-ben, akár 2008-ban súlyos, életveszélyes, maradandó fogyatékosságot okozó, súlyos egészségomást előidéző sérüléseket okoztak olyan magyar szurkolóknak, akik semmilyen jogellenes cselekményt
nem valósítottak meg, betartották a hatályos normákat, és ráadásul akkor még itt ült a Szadista Demokraták Szövetsége is a Magyar Országgyűlésben, és ő egyik, közülük az egyik képviselő még azt merte mondani, hogy 2008-ban a magyarok sértették meg a vendégjogot a Felvidéken. Hát ugye ez többszörös önellentmondásban szenved ez a kijelentés, illetőleg nyilvánvaló, akár még egyfajta verbális vagy politikai hazárulásnak is beillik, valószínűleg nem kell önöket győzködnöm, tudják jól, hogy még SZDSZ-es képviselő tette ezt a gyomorforgató kijelentést. Tehát semmilyen védelemre a magyar szurkolók nem számíthatnak, ugyanakkor ilyen és ehhez hasonló rendőri fellépésekre, különösen az elcsatolt területeken a továbbiakban is lehet számítani. És hogy mondjak egy ellenpéldát is, hogy visszafelé a kölcsönösség elvén ez már nem működik, ez pontosan a Fradi legnagyobb riválisához, az Újpesthez kapcsolódik. Ha jól emlékszem, 2 éve sorsolták össze a Lilákat a Steaua Bukaresttel, 2009 nyarán. Jól tudjuk, hogy milyen magyar gyalázó feliratot tartottak magasba a Steaua szurkolók, amely a magyar nőket, a magyar gyermekeket taposta sárba, alázta meg, akkor se szólalt fel senki, akkor sem tűnt fel senkinek, hogy itt nagyon komoly lépéseket kellene tenni. És olyan román szurkolók jöttek át Újpestre, a Megyeri útra, a nagy külföldi, meg nemzetközi rendőr együttműködés egyében, áthatolva minden szűrőn, hogy a fél újpesti stadion teledobálták különböző pirotechnikai eszközökkel. És miért? Mert a románoknak több esze van, mint a mindenkori magyar belügyi vezetésnek, ők nem szolgáltatják ki, nem vették oda koncnak a saját szurkolóikat, még olyan személyekkel kapcsolatban sem, akiknek egyébként valóban indokolt lenne a stadionoktól való távoltartása. Tehát ezekben a rendelkezésekben óriási veszély rejlik. És hogy néhány szintén személyes példát, vagy ettől személyesebb példát is mondjak önöknek, hogy milyen rendőri túlkapások tartják vissza a magyar szurkolókat a magyar stadionoktól, gyakorlatilag reggel 6-ig sorolhatnám ezeket. Most csak néhány, ami kapásból eszembe jut, 1997 ősze, egy Ferencváros-Győr mérkőzés, amelyet egyébként 1-0-ra Frutka gólyával, Fejes gólyával nyertünk meg. 1997 jéghideg őszén a mérkőzés után minden különösebb ok nélkül a rendőrök behatoltak a Fradi stadion alá beépített, vagy a Fradi stadionban elhelyezkedő vendéglőbe, és ott békésen söröző, borozó, vacsorázó embereket fújtak le könnygázzal, olyanokat, akik lehet, hogy még a meccsre ki se jöttek, csak éppen ott beugrottak egy fröccsre, vagy egy sörre. De hogy mondjak egy sokkal közelebbi példát, 2002. szeptember 14-e, egy Újpest-Ferencváros mérkőzés. Jó tudjuk, hogy előtte fél évvel történt meg Simon Tibor tragédiája. Simon Tibor brutális meggyilkolásában a készenléti rendőrség akkor még hivatásos állományú, illetőleg nem sokkal azelőtt leszerelt tagjai is aktívan közreműködtek. Garázdaság, csoportos garázdaságon kívül semmilyen tényállást nem állapított meg a Magyar Bíróság, úgyhogy mindenki köszöni szépen, jó van. Simon Tibor a farkasréti temetőben alussza örök álmát, míg a vadállati kegyetlenséggel Sérelmére, azt a cselekményt, amit Sérelmére elkövettek, minden elkövető él és virul, és szabadlábon van. A legsúlyosabb büntetés pont annyi mértékű lett, amekkorát előzetes letartóztatásban az egyik, egyébként a Viszkisalból kísértetiesen emlékeztető elkövető letöltött. Itt tartunk tehát, itt tartottunk 2002. szeptemberében, amikor is az Újpest-Fradi mérkőzés, ha jól emlékszem, szünetében a Fradi tábor egy a készenléti rendőrséget súlyosan kritizáló, mondhatni erősen kompromittáló kiírást tartott a feje fölé, és ekkor mindenféle előzetes rendbontás nélkül egy szék el nem repült, egy széket fel nem törtek a szurkolók, egyébként a tévékamerák alapján a mai napig akár YouTube-os felvételek is lehet az állításaim igazát bizonyítani, behatoltak a rendőrök, nem bírták elviselni az igazságot, és agyba főbe vertek minden Fradi szurkolót, aztán a szurkolók védekezésül minden kezük ügyébe akadó tárgyal megtámadták, vagy visszatámadták, visszatartották a rendőröket, és itt jött a két nagy liberális szentcsatorna végtelen aljassága, én ott voltam végig a lelátón, az elsőtől az utolsó percben végigkövettem az eseményeket, engem is lefújtak könyvgázzal, pedig elhelyették, hogy én aztán nem támadtam meg a rendőröket. 10 percen keresztül, pedig nem vagyok egy ijedős gyerek, halálfélelmem volt, olyan könyvgázdózis kaptam. És a különböző tévécsatornák csak azt a részt mutatták, amikor már a székek repülnek a rendőrök felé. Holott az okokozat összefüggés nem úgy nézett ki, hogy azért jöttek be a rendőrök, mert repültek a székek. Azért kezdtek el repülni a székek, mert minden ok nélkül bejöttek a rendőrök. Tehát még egyszer mondom önnek, tisztelt államtitkár úr, a készenléti rendőrség bizonyos vezetőjével súlyosan, sürgősen beszélgessenek el, a súlyos pszichikai problémákkal küzdő állomány egy részeinek a felülvizsgálatát azonnali hatállyal indítsák el, aki nem odavaló, azokat tanácsolják el a készenléti rendőrség környékéről.
próbáljanak normális kulturált állapotokat teremteni a stadionokban. Nem a beléptető rendszerekre kellene vagyonokat költeni, hanem valóban a minimálisan szükséges kiegészítő infrastruktúrára, WC-k, mellékhelyiségek, büfék állapotát kellene javítani, ahol normális szolgáltatásokat tudnának igénybe venni az emberek, és higgyék el, hogy ha emellett még a magyar futball minősége javulna, akkor lennének nézők teljesen függetlenül attól, hogy esetleg egy vagy két pofon csattan egy mérkőzésen, van rendbontás vagy nincs rendbontás, ugyanis én magam is sokszor elgondolkoztam azon, hogy miért is járok én még a mai napig mérkőzésekre, valószínűleg a klub szeretet, a hagyományok tisztelete, a közösségi élmény és minden ehhez tartozó fogalom vagy ehhez tartozó okok miatt, hiszen ha csak a futball minőségét nézném, akkor már régeségen felhagytam volna ezzel a szenvedélyemmel. Valóban a legtöbb magyar meccset ma végignézni az önkínzás minősített esetét meríti ki, hiszen se színvonal, se lelkesedés, se igyekezet, se semmi a legtöbb mérkőzésen, ugyanakkor mi is úgy vagyunk ezzel, mi futballszurkolók, mint az anya azzal a gyermekével, aki esetleg már többször megjárta a magyar börtönöket is, akármilyen is, még mindig a mi gyerekünk, ez legalább a miénk, úgy szeretjük, nem fogadjuk el, de úgy megpróbáljuk úgy szeretni, ahogy éppen van, csak éppen ezekkel és az ehhez hasonló törvényjavaslatokkal azt a maradék néhány ezer lelkes embert is el fogják riasztani, tartósan távol fogják tartani a stadionok környékéről, akik eddig egyébként eltartották, részben eltartották ezeket a klubokat, mert vegyék tudomásul önök is, mert vegyék tudomásul az MLS vezetők, meg mindenki, aki egyébként sok esetben a magyar futball, nem a magyar futballért, hanem a magyar futballból él, sok esetben élősködik, hogy ahogy a színház és a mozi a nézőkért, ugye a labdarúgás, meg általában a sportok a szurkolókért vannak. Hogyha mi egyszer megunjuk, mi is bedobjuk a törölközőt, és a több ezer lelkes ember, ultrák és ultracsoporton kívül szurkolók egyszer felhagynak ezzel, akkor nem lesznek jegybevételek, nem lesznek bérletbevételek, nem lesznek bevételek a különböző ajándéktárgyakból, tévés jogdíjak sem fognak befolyni, mert gyakorlatilag nem lesz mit nézni a televízióban. Tehát jó lenne, hogyha a ki van kiért viszonyrendszerét tisztáznánk, és hogyha egy kicsit is komolyan vennék önök a különböző szurkolók és szurkolói csoportok véleményét, akkor valóban kikérték volna ennek a fontos törvényjavaslatnak a tárgyalás előtt, a javaslat megalkotásának fázisában a különböző szurkolók véleményét. Nagyon sok szervezet szurkolói csoport működik ebbe az országba, könnyen elérhetők, és bizonyára nagyon szívesen nagy lelkesedéssel segítettek is volna önöknek. Ezt azért mondom, mert független attól, hogy melyik klubhoz, melyik szurkoló csoport vagy szurkoló táborhoz tartozom, én természetesen most valamennyi szervezet szurkolói csoport és valamennyi magyar szurkoló, vagyis a legtöbb magyar szurkoló nevében fogalmazom meg ezeket a gondolataimat. És higgyék el nekem, hogyha ezeket az embereket távol tartják, még a maradék hangulat is megszűnik. Arra azzal bezzeg nem foglalkoznak, részkérdésnek tűnik, ugyanakkor a hangulat szempontjából nem mellékes, hogy például Olaszországgal ellentétben a pirotechnikát bizonyos szervezett, szabályozott körmények között miért nem legalizálják. Pirotechnikai eszközök használatából kifolyólag komolyabb sérülés magyar stadionban ismereteim szerint még nem történt. Ugyanakkor igenis szerves részét képezi annak a hangulatnak, amely hangulatot egy futballmérkőzés egyébként meg kellene teremteni. Tehát jó lenne, hogyha kicsit ezzel is foglalkoznának, és ne csak rövid távú, meg hosszú távú üzleti érdekeik hajszolnák önöket, nem feltétlenül önt személy szerint államtitkár, vagy nem személyeskedek, nem, hanem azokat, akiknek különböző szekuriték üzemeltetéséhez igen komoly érdeke fűződik, mert hogyha meg minden lényeges körülményt figyelmen kívül hagyunk, és azokon verjük el a port, akik mindenáron szeretnének menni a mérkőzésekre, akkor nem fogunk sikert elérni. És én most nagyon úgy látom, hogy a szurkolói nézőszám, vagy egyáltalán a futballmeccsek nézőszámának jelentős emeléséhez egyetlen út vezet, hogyha több ezer közmunkást kivezényelnek a stadionokba is nézőként. Köszönöm. Ismételt felszólalásra megadom a szót Szilágyi Györgynek, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott a vitában, és egy-két dologra szeretnék reagálni itt a vége felé. Az első Pikler Imre Lászlótól hallattuk a szerb és horvát példákat, csak azt nem értem, hogy most csak azért, mert Szerbiában és Horvátországban ilyen állapotok uralkodnak, nálunk meg nem, ezért mi hozzunk akkor törvényeket, és többször elhangzott több felszólalótól az angol példa, tehát hogy Angliában rend van, Angliában megcsinálták, Angliában a stadionokban nem történnek ilyen esetek, csak kettő példát engedjenek meg, 2008. 5. 22. Middlesbrough Manchester City bajnoki mérkőzés, verekedés a
stadionban, egy rendőr kórházba kerül. 2009. augusztus 25. West Ham United Millwall mérkőzés, Ligakupa, összecsapások az utcán, meccs közben többször beszaladnak a pályára, egy szurcsebb, több fejsérüléssel kerültek kórházba szurkolók. Ennyire van rend Angliában, de azért, mert Angliában nincs rend, mint ahogy önök mondják, attól még nálunk nem kell törvényeket hozni, hogyha nálunk ilyen van. Aztán sok minden elhangzott itt, ugye Apáti Istvántól hallhattunk nagyon sok olyan tényt, ami én azt hiszem államtitkár úrnak is szólt, nekem is föl volt írva, hogy, mert mondta, hogy sajtótájékoztatót tartottak ugye Dunaszerdahely ügyében, államtitkárról ennyire fontosnak tartanák ezt a dolgot, akkor ebben a törvényben nem lenne benne az, hogy az okokozat összefüggésekben maguk ugyanúgy hozzájáruljanak esetleg egy későbbi szlovák mérkőzésen a magyarok megveréséhez, mindahogy már magyar kormány hozzájárult, az előbb elmondta Apáti István a szlován példát, akkor ez történt, és ez volt, tehát akkor nem ilyen, hogyha ennyire fontos lenne önöknek, nem ilyenek dolgokat kellene ide belerakni, és amit ön mondott, hogy én új elemként említettem, én nem azt említettem új elemként, hanem azt, hogy ön azt mondta, hogy új elem a biztonsági igazgató, pedig ez nem így van. Engedjék meg, hogy még egy összehasonlítást itt a végén azért tegyek, hogy a szurkolói társadalom az önök által azért eléggé elítélt és lesajnált szurkolói társadalom, és mondjuk a politikusi társadalom között nézzük már meg a különbségeket. Lehet, hogy nagyon sok összehasonlításban a szurkolói társadalom az egy sokkal normálisabb és egyenesebb társadalom. Csak példákat mondjak, mondjuk a vezetőiket, ezeknek a szurkolói csoportoknak a vezetőit azt nem választják. Az, hogy valaki vezető legyen, azt ki kell érdemelni. Az, hogy érdemli ki, avval a tevékenységével, avval a hűségével, amivel mondjuk a csapatához kapcsolódik. A másik, hogy ezek a szurkolók és ezek a szurkolói csoportok, ezek nem válogatják az ideológiai nézeteiket, nem válogatják az elképzeléseiket, a hitvallásukat, tehát nem egyszer liberálisak, aztán pedig nemzetiek, nem ülnek át egy ferencvárosi, az ferencvárosi marad világéletébe, egy újpesti, az újpesti marad világéletébe, tehát nem azt szerint választanak és ülnek át csapatok színeibe, hogy éppen melyiknek megy jobban mondjuk az adott időszakban. Aztán utána, ami talán a leglényegesebb, hogy amikor bajuk van egymással, akkor férfiak módjára általában szemtől szembe szokták elítézni ezeket a dolgokat, és nem hátulról különböző praktikákkal próbálják az ellenfelüket mondjuk ellehetetleníteni. De ez csak egy gyenge összehasonlítás volt ahhoz képest, amik itt vannak. Aztán, hogy miért kérdezte Schiffer képviselő úr, hogy miért lehet vajon ennyire sürgető most ez az ügy, és ő sem érti, hogy miért lehet ennyire sürgős ez az ügy. Megmondom őszintén, hogy én sem értem, hiszen hogyha összehasonlítom, és itt sokszor elhangzott a kettős rangadók esete, hát én is jártam kettős rangadókra, aki járt kettős rangadókra folyamatosan, az pontosan tudja, hogy a mai állapotokhoz képest a kettős rangadókon sokkal, de sokkal több verekedés volt. Tehát hogy akkor, és nem tudom akkor miről beszéltek, a Verseny utcában egy Ferencváros mérkőzés után végigmenni, ott rendszeres volt a rendőrök kardlapozása, mert ugye a fasiszta, rendszerellenes, reakciós Ferencváros szurkolókat akkor is rendszeresen meg kellett nevelni, és el kellett hallgattatni őket, mint ahogy most történnek. Tehát a BL meccsek idején, sokkal nagyobb botrányok voltak, mégis teltházak előtt játszott a Ferencváros. Kimentek az emberek, mert jó mérkőzéseket láttak, mert kiszolgálást kaptak a pénzükért. Tehát ezeket azért figyelj, és mi lehet a sürgető ügy? Én nem tudom, az utolsó rendbontást veszem csak alapul, lehet, hogy ez itt telt be önöknél a pohár, hiszen nem tudom, mennyire tudja államtitkár, hogy mi volt az utolsó rendbontás magyar pályákon. Pápához fűződik egyébként ez is. Ferencváros pápa mérkőzés utolsó előtti percében a búcsúzó Dragoner Attila gólt rúgott, és a Sport és Turizmus Bizottság elnöke Bánki Erik már a pálya szélén volt, hogy átadja az érmeket, mellette állt a Fidesz egyik szakértője, aki itt is a szakértői páholyban jelen volt még a vita során, és ő beszaladt a pályára. Oda ment a pályára, megölelni Dragoner Attilát. Ez volt az utolsó botrány, amikor szurkoló olyan területre ment be, ahova nem szabadott volna neki. Lehet, hogy önöknél ezt emiatt telt be a pohár, és most ezért olyan sürgős, hogy ezt az ügyet ennyire sürgősséggel a ház elé hozzák. Hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha ezt a törvényt elfogadják? Erre megint mondok két példát. A szurkolói klubkártya bevezetése, amit önök ugyan azt mondják, hogy nem kötelező, de az egyesület bevezetheti. Ugye a Ferencváros bevezette ezt a szurkolói klubkártyát,
És itt is arra hivatkoztak, ugyanarra hivatkoztak, amire önök, hogy a rendbontók ellen, mert ebben fogják kiszűrni a rendbontókat. Közben nem ez történt, az történt, hogy azokat a szurkolókat tiltották ki a stadionból, akik Berki Krisztián működése ellen fölemelték a szavukat. Tehát nem követtek el semmit, csak egyszerűen nem tetszett nekik Berki Krisztián működése, nem tetszett a Ferencváros működése, ezeket az embereket egyszerűen kitiltották a stadionból. És mi történt? Mondok egy példát. Van a Ferencváros utánpótlás központjában, ugye a különböző pályák el vannak nevezve egy-egy neves játékosról, egy-egy olyan emberről, aki sokat tett a Ferencvárosért. Van egy olyan pálya, amit úgy hívják, hogy Száger Mihály pálya. Száger Mihály legendás edzője volt a Ferencvárosnak, nagyon sok válogatottat és utánpótlás játékost nevelt fel, és az ő fia, Száger Csaba, aki egyébként vasasszurkoló, úgy gondolt az utolsó mérkőzésre, hogy megfogja a kisfiának a kezét, és kisétál, megnézik ezt a meccset, mert ez érdekes lehet, hogy a Ferencváros vajon megnyeri a bronzérmet. Oda ment, és egyet szeretett volna venni. Mondta, kérdezték, hogy van-e szurkolói kártyája. Mondta, hogy az nincs, hát ő nem nagyon jár Fradi, mert most éppen ki akart menni, akkor nem vehet. Elmondta, hogy ő ki, hogy az ő édesapa mennyit tette a Ferencvárosért, és nem adtak neki jegyet. Tehát fogta, bement volna egy mérkőzésre a fiával, lehet, hogy a fia egyébként, aki most még fogékony, lehet, hogy már nem vas a szurkoló lett, hanem Fradi szurkoló, mert megtetszett, de nem mehetett be. Ugyanez lesz, hogy önök nem teszik kötelezővé, de hogyha meg lesz ez a klubkártya, nem fognak menni, de sokan nem fognak menni azért sem, mert nem fog, ahogy elmondta Schiffer képviselő úr, ha valaki meg akarja venni a jegyét, hát lehet, hogy elküldöm a barátomat és vetetek vele 5 jegyet. Hát miért kell mindenkinek személyesen oda menni és regisztrálva jegyet venni? A másik, ami még következni fog, hogy azokat a szurkolókat elüldözik, akik jelenleg ott vannak. És ezekkel a szurkolók, ezek a szurkolók, akik tényleg a saját pénzükön önfeláldozóan követik a csapatukat, és még nekik köszönhető, hogy jelen pillanatban rend van, ezek a szurkolók egyszer azt fogják mondani, hogy nem mennek ki mérkőzésre, akkor nem lesz néző a stadionokban. Volt erre példa, mert erre is tudok példát mondani, amikor Kisteleki Istvánnal a szurkolók egyszerűen bojkottálták Kisteleki István működését, és Kisteleki István kitalálta a Liga kupát, ami egy újabb kupasorozat volt, amit bevezettek a legfelső osztályba induló csapatoknál, azt mondták a szurkolók, hogy egyöntetően bojkottálják ezeket a mérkőzéseket. Nem mentek ki a mérkőzésre. Ha megnézi, egy Kispest-Ferencváros rangadón, mondjuk a Ferencváros részéről megjelent 150 néző. Nagyon jó hangulat volt, és ezt megcsinálták a szurkolók, egy Liga kupánál meg fogják csinálni, ugyanúgy az NB1-es mérkőzéseken is, hogyha ez így van. És a végére azt, hogy mi mit szeretnénk. Mert ugye itt elmondjuk azokat aggájainkat, ami ebben a törvénnyel van, de mégis mit szeretnénk? Mi valóban azt szeretnénk, hogy nyugat-európai példákat felhozva működjön Magyarországon az összes egyesület, és nyugat-európai módra lehessen Magyarországon mérkőzésekre járni. De figyelembe vesszük azt is, hogy mik voltak azok a hibák, amit mondjuk elkövettek Nyugat-Európába. Tehát mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy felújított stadionokba mehessenek ki valóban a családok, ahol normális kiszolgálást kapnak, ahol nem kell letörölniük a széket, mert az tiszta, ahol bemehetnek WC-re nyugodtan, beengedhetik a feleségüket is WC-re, mert van női WC, ahol mozgóvárosok kiszolgálják őket, ahol a gyerek jól érzi magát, mert már esetleg a mérkőzés előtt, mint Németországban, 2 órával már különböző programok vannak, különböző műsorok vannak, valóban családi szórakozás legyen a labdarúgás. Azt szeretnénk, hogy ezekben a stadionokban világos, érthető szabályokat kellene betartani a bentlévőknek, és ha valaki megszegi ezeket a világos szabályokat, ezek a rendbontók, tehát ha valaki rendet bont, akkor azt a rendbontót azonosítsa a rendőrség, azonosítsák a rendezők, ne tudjon kimenni onnan abból a stadionból addig, amíg meg nem kapja majd a büntetését, tehát azonosították, megkapja a büntetését, kitiltják a stadionból. Ezt szeretnénk. De azt nem szeretnénk, hogy eljussunk oda, mint ahol mondjuk Angliába eljutottak, és itt ismét egy olyan embert idézek, aki úgy érzem mindannyiunknál kicsivel többet tud a labdarúgásról. Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson azt mondta, amikor megnyerte a Manchester United a bajnokságot, azt mondta, hogy több jegyet már nem tudunk eladni, telt ház van. Ennél jobban nem tudunk játszani. Mégis siralmas, hogy nincs hangulat a stadionban. Hiszen Angliában megszűntek a szurkolótáborok. Tehát Angliában megszűnt az a hangulat, ami mindig is jellemezte azért az angol mérkőzéseket, ami egyébként Olaszországban vagy bárhol máshol megmaradt. Tehát vegyük figyelembe tényleg a nyugat-európai példákat, eszerint alakítsuk át a dolgokat, de ennek nem ez az első lépése, sőt nem is ez a lépése, amit önök ide leraktak, hanem az a lépés, hogy normális stadionok legyenek, normális játék legyen, normális és érthető szabályok legyenek, és ezeket a szabályokat tartassuk be. Ilyen egyszerű lenne, és nem az lenne a
cél, amit önök ide leírtak, hogy minél több pénzt keressen a rendőrség, vagy a rendőrséghez tartozó emberek, és úgy, ahogy van, el tudják hallgattatni a szurkolókat, hogyha azok nem megfelelő véleményt mondanak, akár a kormányról, akár a politikai hovatartozásról, vagy bármi másról. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Szintén ismételt felszólalása, megadom a szót Zagyva György Gyulának, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót. Még mielőtt elkezdeném, amit összeírtam, felsorolni, egy választ szeretnék Fideszes képviselőtársamnak, aki ugye felhozta a brazíliai példát, hogy Brazíliában milyen jól megoldották egyébként a foci meccseknek a biztonságát, és hogy ott mennyire nincsen már rendbontás. Gyorsan beütöttem a Google-ba, hogy Brazília foci meccs tömegverekedés, és 123 ezer találat, de végülis megoldották. Tehát mondjuk Brazíliában egyébként pont nem. Tehát az, hogy most egy tehát mindenhol, tehát lehet, bocsánat, nagyra nőttem. Tehát lehet több országgal példálózni, de pont Brazíliában nem. No, odautazás, ugye ez a törvényjavaslat említi, hogy már az odautazás és a visszautazás során elkövetett rendbontásnál vagy törvénytelen cselekedetnél kitiltható az elkövető a stadionokból. Rendben van, legyen így, egyetértünk vele, csak olyan pontgyalakban,